Szeretettel köszöntök mindenkit a K&H Családi Vállalatok Klub 20. alkalmával és első alkalommal online. A mai videóban, a mostani videóban Horváth Magyari Nórával, a K&H csoport kommunikációs ügyvezetőjével fogok beszélgetni a krízis kommunikációról a koronavírus idején. Szervusz Nóra, és hadd kezdjem mindjárt az első kérdéssel. Miben más ez a jelenlegi vírushelyzet, mint általának vírushelyzetek? Nagy szeretettel köszöntelek, Ákos, és köszöntöm a kedves nézőket, a kedves családi vállalatoknak a vezetőit. Nos, ez a krízis annyiban nem más, mint bármilyen más krízis, hogy hordozza a válságok jellemző tulajdonságait, nevezetesen egy sosem látott vagy nagyon rég látott helyzet, a mi életünkben nem tapasztalt helyzet, ami hirtelen jön, és ami nagy tömegeket érint, illetve nagy hatással van az életünkre. Ebből a definícióból kiindulva ez a válság ugyanolyan, mint bármilyen más krízis. Természetesen vannak jellegzetes vonásai. Például az, hogy ez nem csak egy vállalat életét, hanem egy egész gazdaságét, nem csak egy ország, vagy egy földrész, egy kontinens gazdaságát, hanem bizony az egész világon élő embereknek az életét, egészségét, és aztán az anyagi jólétét befolyásolja. Nóra, tudnál egy pár tippet, gyakorlati tanácsot megosztani velünk azzal kapcsolatban, hogy a krízisnek a házon belüli kommunikációja az hogy működjön? Kommunikáció. Nagyon fontos az első pillanattól kezdve. Én azt szoktam mondani, hogy nem kell borzasztóan szofisztikált, hosszú kommunikációs tervet írni. Nem. Vegyünk egy adag post-itet. Annyiszor 3 darab posztitet tegyünk magunk elé, ahány célcsoportunk van. Ugye a legfontosabb, és mindig itt kezdjük, a belső kommunikáció, a belső ügyfeleink, a munkatársaink. Fontos, hogy őket szegmentáljuk. Ugye van az összes munkatárs, de attól függően, hogy milyen a cég, vannak különböző vezetői szintek. Hozzájuk külön-külön is szólnunk kell majd. Elképzelhető, hogy több telephelyünk van. Vannak fizikai dolgozóink, vannak szellemi dolgozóink. Az is lehet, hogy egy nagy nemzetközi hálózatnak vagyunk a tagja, és a nemzetközi csoporttagok felé is majd kommunikálunk el. Minden egyes így beazonosított célcsoportnál a 3 posztit a következőt fogja szolgálni. Az elsőre felírjuk, hogy az a célcsoportunk pont most mit érez, mit gondol és mit csinál. A 2. posztitra nagyon egyszerű, felírjuk, hogy mi mit szeretnénk. Ez a célközönségünk. Mit érezzen, mit gondoljon, és mit csináljon. A 3. pedig már csak azt kell felírni, hogy nekünk mit kell mondanunk, és mit kell tennünk, hogy ez a célközönségünk azt gondolja, érezze és csinálja, amit mi szeretnénk. Ez egy nagyon egyszerű, ez az úgynevezett post-it séma. Tulajdonképp ennyiből áll a kommunikációs terv. Persze ez jól hangzik, és könnyűnek hangzik, de hát utána ezt végig is kell csinálni, ki kell vitelezni. Nagyon fontos a szegmentáció, amit említettem. Minél nagyobb egy szervezet, annál inkább 2 szintje lesz a belső kommunikáció. Az első, amikor a legfelső vezető, akinek ugye a szava mindig iránymutató, mindig irányt adó, mindenkihez szól. De azt is tudjuk, hogyha az én közvetlen vezetőmnek a szava, az érzései, az, amit sugároz magából, ellentétben áll azzal, amit a legfelső vezető mond, akkor bizony én a közvetlen vezetőmnek fogok hinni. Mert ő van hozzám nap mint nap közel, az elmúlt években is, amióta együtt dolgozunk, mindig ő volt az, aki a verbális és nonverbális kommunikációjával napi szinten elmondta nekem, hogy merre van a világ. Ezért borzasztóan fontos, hogy az első számú vezető ne csak az összes dolgozóhoz kommunikáljon, hanem nagyon intenzíven kommunikáljon a különböző vezetői rétegekhez is, mint egy vízesésszerűen. Az első számú vezető valószínűleg rendszeresen fog az összes dolgozóhoz szólni a nagy témákban, illetve néha egy összefoglaló kommunikációval. Viszont a közvetlen beosztottjaival ennél sokkal sűrűbben kell, hogy kommunikáljon, egy struktúrált szervezet formában. És nem csak azokat kell elmondani, hogy kinek mit kell tenni, hanem azt is, hogy mit szeretnénk, mit várunk el a vezetőktől, hogyan viszonyuljanak a beosztottjaikhoz, hogyan adják át az üzeneteket, hogyan kommunikáljanak ők maguk. Az üzenetek tekintetében mindenképp javasolnám, hogy válasszunk ki magunknak maximum 3 fő üzenetet. Mi az a legfontosabb, amit mindenkinek tudni kell?
Mondok egy példát. Mi itt a pénzintézetnél a három fő üzenetet, ahogy megfogalmaztuk, az az, hogy elsődleges számunkra a munkatársak egészsége, ugyanígy az ügyfelek egészsége, és harmadikként az üzletmenet folytonossága, a szolgáltatások biztosítása az ügyfeleink részére, ami egyben alapvető szolgáltatóként, ugye törvényi kötelezettségünk is, de különben is ezt tennénk, illetve az üzletmenet folytonosságának biztosítása azért is, mert ez munkahelyet jelent a munkatársaink számára. Innentől kezdve, az első pillanattól kezdve, ez minden kommunikációban benne van. Bármit mondtunk, bármit cselekedtünk, minden anyag így kezdődött. Ennek a három dolognak a felsorolásával. És az összes minden, amit tettünk, mondtunk, az ehhez kapcsolódó. Ez bizonyította. Úgyhogy ma már én azt hiszem, hogy a 4000 dolgozónk szinte kívülről fújja, hogy a K&H-nak mi a célja a válság kezelés során. Ezt tudom ajánlani a többi cégnek is. A három üzenet nagyon fontos, maximum három, hogy konzekvens legyen, és folyamatosan ismételjük. Mindenki beszél egy válságban, mert mindenkinek mondani valója van. Ha mi mindig mást mondunk, semmire nem fognak emlékezni. Ezért kell az egyszerű, tömör és sokat hangoztatott, ismételt üzenet. Milyen rendszerességgel kommunikáljunk? Nos, ezt említettem, attól függ, hogy mekkora a szervezet. Egy családi vállalat, ami valószínűleg sokkal kisebb, mint egy multinacionális nagy cég, ott az első számú vezetőnek a kommunikációja meghatározó lesz. Alapvető fontosság. Ha tud, akkor ő, mert akkor a közösség, akár online formában, hetente beszéljen a kollégákkal, az összes kollégával. Ha szükséges, akkor a vezető kollégákkal akár két napi rendszeressége. Milyen formában tegye ezt? Ugye ez is felmerülhet. Lehet írásos, audio, videó, természetesen minél inkább audiovizuálisabb, és minél inkább élőbb a kommunikáció, annál nagyobb hatása van. Ugye szoktuk mondani, hogy a reklámok milyen fontosak, és hogy befolyásolják az embereknek a gondolkodását, az érzelmeit, a videók is, de legyünk milyen őszinték. Annál hatásosabb kommunikáció nincs, mint amikor valakinek élőben a szemébe tudok nézni, és azt tudom neki mondani, hogy minden rendben lesz. Nagyon fontos, hogy a belső kommunikáció, a munkatársi kommunikáció mindig előzze meg a külső kommunikációt. Annál nagyobb hitelvesztése egy vezetőnek, egy cégnek nincs, mint amikor a munkatársai a sajtóból értesülnek arról, hogy mit döntött a vállalat, hogy mik a következő lépései. Tehát még hogyha nagyon érzékeny információról is van szó, vagy akár tőzsdén van a vállalat, akkor is azt mondom, legkésőbb, ugyanabban az idő pillanatban menjen ki a munkatársaknak az információ, mint ahogy az akár a tőzsdei elemzőknek, vagy a sajtónak a médián. A kommunikációnk legyen tömör, rövid, világos, könnyen emészthető. Ez elsősorban, ugye három rétege lesz a kommunikációnak. Az első időkben mindig egy instruktív, praktikus, mit tégy, című kommunikáció lesz. Utasítunk. Azért, hogy valahogy urrá legyünk a helyzeten. Újra működőképesek legyünk. Itt kevesebb hely jut az érzelmeknek. Ez egy elég, inkább úgy fogalmazom, kevésbé demokratikus kommunikáció, egy instruktív kommunikáció. Amikor az első pár óra, vagy első pár napnak a nehézségein túljutottunk, és irányba álltunk, akkor viszont nagyon fontos, hogy az érzelmekkel foglalkozunk. Foglalkozunk azzal, hogy hogy érzik magukat az emberek, akár az ügyfeleink, akár a belső ügyfeleink, ugye a munkatársaink, a dolgozóink. Ismerjük el, hogy tudjuk, ez nehéz. Nehéz akár otthonról dolgozni, nehéz akár még mindig kint lenni a frontvonalban, és a közösséget ellátva, a közösséget szolgálva, fizikai érintéses szituációkban dolgozni. Ismerjük el, hogy borzasztó sokat tettek a dolgozók azért, hogy a cég továbbra is talpon maradjon. Ismerjük el, hogy nem tudjuk mi sem, hogy mi fog következni. Nem tudjuk, hogy mikor mehetünk vissza. Nem tudjuk, milyen lesz az élet utána. A sebezhetősége egy vállalatvezetőnek nem azt jelenti, hogy ő irányításképtelen vagy teszetosza. Csak azt jelenti, hogy ő sem mindentudó. Neki sincs meg a varázsgömbje. Emberi.
Ezek az érzelmek nagyon fontosak. Ismerjük el, utána ez a harmadik rész, tehát ez még előttünk van, hogy egy ilyen helyzetből mit is tudtunk tanulni. Vegyük számba, írjunk róla listát, kérjük meg a kollégáinkat, mondják el, mit tanultak ők belőle, mi az, amit a következő időkben át tudunk majd tenni a saját működésünkbe, mik a tanulságok, és természetesen köszönjük meg mindenkinek a munkáját. Őszintén, mélyen és többször. Nóra, ezek tényleg praktikus infók voltak a házon belőle, és mi legyen az ügyfelekkel velük, hogy beszéljünk? Az ügyfelek és a munkatársak van egy nagyon-nagyon fontos közös vonása. Mindannyian mi vagyunk. Emberek. Érző, gondolkodó, aggódó a jelen helyzetben, mind az egészségi, fizikai biztonságunkat féltő, mind az anyagi biztonságunkat féltő emberek. Velük is hasonlóképpen kell bánni. Nekik is el kell mondani azokat az ismereteket, amikben biztosak vagyunk. Nekik is el kell mondani, hogy most hogy tudunk közösen együtt dolgozni. Nekik is el kell mondanunk, hogy mi a célunk, egyrésztről az ő biztonságuk fizikailag, másrésztről az ő biztonságuk anyagilag, harmadrészt az ő kiszolgálásoknak, a folyamatosságának a biztosítása. Tehát mi az, amit teszünk. És el kell mondanunk nekik azt is, hogy mi az, amit most nem tudunk még. Nem tudjuk még, hogy lesz. De amint kitaláltuk, amint világos, természetesen jelentkezni fogunk és tájékoztatni fogjuk őket. Az ő érzelmeikkel is foglalkoznunk kell. Foglalkoznunk kell azzal, hogy tudjuk, nehéz, nem juthatnak el személyesen a szolgáltatásaink hozzájuk, nem tudunk velük kezet fogni, nem tudunk velük találkozni, nem tudunk személyesen a szemükbe nézni, de van más-más módja a kommunikációnak, amin keresztül tudjuk velük tartani a kapcsolatot. Tehát az alapelvek nem mások, annyit tennék csak hozzá, lehet kicsit ismétlem magam, hogy viszont a velük való kommunikáció mindig a belső kommunikáció után maximum egy időben kell, hogy következzen. Nem fordulhat az elő, hogy előbb megy ki egy ügyféllevél, és a saját munkatársaink, akik az ügyfelekkel kell, hogy foglalkozzanak, nem tudják, hogy mi van benne. És még egy záró kérdés, ez pedig az, hogy krízis kommunikáció a social médián keresztül, Facebook, Twitter, ezt hogy kezeljük? A közösségi média egy nagyon gyors, nagyon közvetlen kommunikációs forma. Hasznunkra lehet. Mindazonáltal minél nagyobb egy cég, valószínűleg annál több kommunikációs csatornája van, amin keresztül tartja a belvilággal, a munkatársakkal és a külvilággal, az ügyfelekkel a kapcsolatot. Ilyen időben megnő ezeknek a kommunikációs csatornáknak a használata. Viszont nekünk általában kevesebb az erőforrásunk arra, hogy kommunikáljunk. Tehát én mindenképp azt javasolnám, hogy csak annyi kommunikációs csatornát hagyjunk nyitva jelen helyzetbe, amennyit valóban tudunk aktívan kezelni. Mondok egy példát. Mi a KNTH-nál az első pár hétben egyáltalán nem használtuk a közösségi média csatornánkat. Miért? Mert tudtuk, hogy ha ott információkat kezdünk el megosztani, akkor arra kérdések fognak bejönni, amiket meg kell válaszolni. És hogyha valaki ott nem kap választ, akkor fogja hívni a távbankot. És ha ott se kap választ, mert nem jut el egy ügyintézőhöz, akkor fogja hívni a fiókot. Duplikálódnak az érdeklődések. Ennél sokkal jobb, hogyha koncentráljuk az erőforrásunkat. Tehát mi azt mondtuk, most a közösségi média csatornánkat békén hagyjuk. Most az nem fog információt közölni. Aki ott nem talál információt, vagy azt látja, hogy ott inaktívak vagyunk, az úgy is át fog menni a weboldalunkra. És valóban, ez így is történt. A weboldalunkon viszont mindent megosztottunk. És a távbankban koncentráltuk a kollégákat, hogy az ott bejövő kérdéseket tudják minél gyorsabban megválaszolni, minél rövidebb legyen a válaszadási idő. Aztán, amikor már a távbanknak a leterheltsége és a vállalati ügyfélszolgálatnak a leterheltsége csökkent, akkor természetesen a közösségi médiába is visszamentünk, mert tudtuk, hogy most már van kapacitásunk, hogy az ott bejövő kérdéseket is megválaszoljuk.
Összefoglalva azt tudnám mondani, hogy hasznos a közösségi média, és vannak olyan cégek, vállalatok, akik már a weboldal helyett használják például ugye a Facebook profilukat, és mindent ott osztanak meg. Tökéletes nekik, az az elsődleges kommunikációs csatorna, használják azt a válságban. De annyi csatornát hagyjunk nyitva, ahányat valóban tudunk ellenőrizni. Egy picit ez olyan, mint a lakás, nem? Minden ablakot kinyitunk, amikor van egy kis szellő, akkor őrült nagy húzat lesz, és csak ugrálunk föl le, hogy csukdossuk az ablakot, nehogy valamelyik üveg betörjön. Akkor egyszerűbb csak egy, vagy maximum két ablakot nyitva hagyni, és kicsit tovább várni, hogy kiszellőzön a lakás. Köszi szépen, Nóra, köszönöm szépen, hogy megosztottad a tippjeidet, gondolataidat, és minden jót kívánok neked, nektek, és vigyázzatok magatokra. Nagyon jó egészséget kívánok mindannyiótoknak, vigyázzatok is magatokra. További videókért, illetve egyéb írásos tartalmakért pedig látogassátok el a családivállalatok.kindh.hu weboldalunk. Minden jót nektek, vigyázzatok magatokra és családjaitokra, és a mi hamarabbi személyes viszontlátásra.